Üdv mindenkinek, így Gyuri. Ma egy lore videót hoztam nektek, amiben a Rogue, közismerte nevén Rugókaszt és három jelentősebb alakjának történetében nyerhettek betekintést. Feltétlenül hagyjatok egy kommentet a videó alatt, de nem is húznám tovább a szót, jó szórakozást kívánok hozzá. A háttértörténet. Azeroth és Outland intelligens fajai közt mindig akadtak olyan egyének, akiket bátorságuk, ügyességük, vagy éppen ravasságuk kiemelte az átlagtól. Hazugok, csalók, tolvajok, útonállók és banditák mindenhol és mindenkor megtalálhatóak voltak a mai napig, hol űzve, hol megtűrve, vagy éppenséggel támogatva. Elhagyatott városok, falvak, düledező falai és sötét, rejtelmekkel teli erdők mélyén az árnyak közt mozognak, ezáltal egy szempillantás alatt meglephetik az arra járókat, majd szélsebesen el is menekülhetnek a helyszínről. Potenciális testőrség vagy kiváló fegyverforgatási készség és egy éles pengéjű kart híján balgaság nekivágni a sűrű, sötét erdők ösvényeinek, vagy a letűnt kietlen települések felé utazni. A zsiványok rossz híre természetesen nem feltétlenül teszi őket kriminális egyénekké. Némelyek szórakoztatásból, vendéglátásból élnek, azonban a kémkedés és a diplomácia sem áll távol tőlük. Viszont ha tisztán akarunk látni, el kell ismernünk, hogy legtöbbjük a társadalom legalján tengődő, közönséges tolvaj és gazember, akik az erdő fái közt meglapulva banditaként csapnak le ártatlanokra, a végtelen tengerek közt kalózként portyáznak, esetleg vaskos fizetség fejében hidegvérű bérgyilkosként teljesítenek illegális szolgálatot. A szövetség és a horda ellenben mégis titokban alkalmazza őket, hogy ügynökükként információt gyűjtsenek be az ellenségről. Így jött létre az emberek között az SI-7, Stormwind Intelligence, az orkoknál a Shattered Hand, valamint az élő halott Death Stalker szervezet. Természetesen megtalálhatóak független csoportok is, mint például a Syndicate, az Alterek egykori nemesei által működtetett bűnszövetkezet, ami háborúban áll mind a szövetséggel, mind a hordával. Valamint a Ravenholt, amely nevét irányítójáról Lord Jorah Ravenholtról kapta. Csupán két nép van, amely számára ez a harci stílus elfogadhatatlan, ők nem alkalmaznak egy zsiványt sem. Eme két nép a Tauren és a Draenei, hiszen a patáik a lopakodásra alkalmatlanok. A történelem során több olyan zsivány is megmutatkozott, kik jelentősen befolyásolták a világ mai arcát formáló események sorozatát. A legjellemzőbb személyiségek erre talán Edwin Van Cleef, Valyra Sanguinar és Garona Halforsen. Edwin Van Cleef Stormwindben látott napvilágot, és legfőképp mérnökként volt ismert, azonban egyedülálló adottsága volt a mechanikus védelmi szerkezetek kijátszásában is. Edwin túlélte az első és a második háborút is, továbbá ő volt a vezetője a Stormwindet restauráló kőműves C-nek. Mérnöki intelligenciája fontos szerepet játszott abban, hogy a grandiózus feladatot alig 10 év alatt sikerült befejezni. A korrupt nemesség ennek ellenére nem akarta kifizetni a munkát, viszont az építkezést vezetőket iparkodtak lekenyerezni jól perkáló állásokkal. Edwin becsülete ellenállt a csábításnak, így elutasította az ajánlatot, mintsem, hogy elárulja munkásait. Rövidesen lázadás szított a városban, amit sikerült leverni, így Edwint az emberével együtt száműzték a városból. A kisemmizett mesterek élére állva ekkor alapította meg a Defias Brotherhood nevű szervezetet, melynek célja Stormwind megbüntetése volt. A Defias banditák kezdetben magányos utazókat fosztottak ki, majd később a városba iparkodó kereskedőket és a Stormwindet ellátó Westfalli tanyákat is. A testvériség elfoglalta az elhagyatott várost Moonbrookot és az itt fellelhető régi bányában Deadmines-ban alakították ki a főhadiszállásukat. Azonban Grian Stout Mantle parancsa folytán a szövetség katonái berontottak Deadmines-ba és eltették Edwint, továbbá a testvériség vezetőit láb alól. Valyra Sanguinar Queltalasban jött világra és hamar árva sorsra jutott, hisz a szüleivel banditák végeztek nem sokkal a Scourge támadása előtt. Valyra túlélte a HF királyság pusztulását és utcai tolvajként élte tovább életét. Amikor megkísérelte ellopni egy sámán talizmánját Orgrimmarban, elfogták. Csak hogy az ekkor mutatott harci rátermettsége felkeltette az illegálisan történő gladiátor küzdelmek egyik szervezőjének figyelmét, így mielőtt meglóghatott volna a fogságból, eladták rabszolgának. Új birtokosa, Rhaegar Earthfury, a Crimson Ring egyik tagjaként egy versenyképes csapatot kívánt kialakítani, amely tagjai Valyra,
a Night Elf druida Brawl Bermantle és az ork harcos Blood Eye Redfist lett volna. Azonban Redfistet megölte egy korábbi martalékának egykori mennyasszonya. Rhaegar ezután egy amnéziás emberrel toldotta ki a csapatát, aki Dire Maul-ban elnyerte a Logos, vagyis Szellem Farkas nevet, és bajtársaival karöltve győzött a gladiátor viadalon. Ezt követően Valirát eladta Rhaegar, viszont rögtön meg is szökött az új gazdájától, Helka Grimtotemtől, és bajtársai keresésére indult. Logosék szintúgy megszöktek, ezáltal Valira a nyomukban járva leleplezhette a szellemfarkas után küldött bérgyilkost, akit Dustvalo marsban megölt, ugyanakkor meg is sebesült, de szerencséjére rá lett Éguin, aki elvitte Teramorba, ahol újból találkozott társaival. Mint később kiderült Jaina Proudmoore által, Logos tulajdonképpen a rég elveszett Varian Vryn. Valira továbbra is támogatta a hazatérő Variant, meg lehet, eközben a több ezer évetes nélküli démon, Katra Natir a testébe költözött. A démont sikerült visszaszorítani ideiglenesen Broa segítségével, de véglegesen csak oly módon sikerült elűzni, mikor Garona és Cho'Gall nyomában járva Anquirájban magába zárta Meryl Winterstorm. Valira túlélte az összecsapást Cho'Gall-lal, és jelenleg az új Council of Tirisfal és Varian Vryn ügynökeként munkálkodik. Garona Halvorsen, Gul'dan egyik harcosa által megerőszakolt Draenei nő utódjaként született. A félig ork Garonát Gul'dan klánja, a Storm Reaver nevelte fel, ahol a nagyobb orkok elítélték mássága miatt. Gul'dan mágiával felgyorsította Garona fejlődését, továbbá egy varázslattal birtokba vette az elméjét, ezáltal, mire megnyílt a Dark Portal, a félork lány a boszorkánymester öncélú gyilkosa lett. Garona az első csapatok közt jutott át a Dark Portálon, majd később a Horda küldöttje lett Karazhanban Medivhnél. Itt az eleinte mutatott ellenszenv után összebarátkozott Khadgar-ral, Medivh tanítványával, valamint megingott az elkötelezettség a Gul'dan és a Horda iránt. Medivh, amikor nem volt jelen Sargeras, elcsábította Garonát, akitől később megfogantatott Medan. Mivel hogy Medivhnél az idő során felerősödött Sargeras ráhatása, Garona és Khadgar megpróbált utána járni a helyzetnek, és mint kiderült, maga Medivh állt a Dark Portal megnyitása mögött. Ezt követően elmenekültek Karazhanból, és elmesélték Anduin Lotharnak Stormwindben, hogy mire jöttek rá. Garona a király Lane Vryn bizalmát megkapta, és a lány hűséget fogadott neki, eztán közre működött Anduin és Khadgar támadásában Karazhan ellen és Medivh halálában. Később, mikor a Horda elfoglalta Norsir Ebit, Garona jelen volt és visszakerült az orkok közé. Meg lehet, Gul'dan szellemi kapcsolatban volt Medivhvel, amikor a mágust megölte Lothar, azonban a Shadow Council működött és az adekvát varázslat segítségével visszaküldték Garonát Stormwindbe, hogy ölje meg Lane Vrynt. Az ostrom során ezt végre is hajtotta, majd sikeresen elmenekült és Darshirben bújdosott Medan születéséig. Születése után a fiút rábízta az itt élő élőholt varázslóra, Meryl Winterstormra, és mivel tudatában volt annak, hogy veszélyt jelent fiára, eltűnt a világ elől 20 évre. Amikor a Twilight Hammer megkísérelte elfogni Medant, ismét felbukkant Garona, és bár kezdetben sikerült ezt meggátolnia, később a fiával együtt Cho'Gall fogságába jutott. Cho'Gall ismerte Gul'dan varázslatát, amellyel képes volt irányítani Garona elméjét, így elküldte, hogy ölje meg Varian Vrynt. Garonát a viaskodás közben megzavarta a szintúgy kiszabadult fia Medan, így Garona fogságba esett el a morban. Éguin segítségével sikerült Jainának többé-kevésbé megtörni Cho'Gall mágiáját. Ezután Garona visszament Anquirájba és megkaparintotta Medan számára Medivh botjának, az Atiesnek a forrását a halott Katun gyomrából, így Medan létrehozta a legendás fegyvert és megtisztította a sötét titán hatalmától Garonát, továbbá végzett Cho'Gall-lal. Garona életében először szabadságot nyert és csatlakozott a Twilight's Hammerre vadászó Meryl Winterstormhoz. Ha tetszett és szeretnétek még lore videót, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, osszátok meg barátaitokkal, vovostársaitokkal. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó játékot, szép napot kívánok! Én Gyuri voltam, na sziasztok!